Most az MSZP képviselőcsoportjának vezetője Tóth Bertalan következik. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Miniszterelnök úrön egy vaskos, igen súlyos papírral érkezett ma a parlament elé. Most nem arra a papírra gondolok, amiből a beszédét felolvasta, hiszen azért az inkább könnyűnek találtatott, hiszen nem szerepelt benne, vagy nem írták oda önnek azt, hogy éppen 325 forintba kerül egy euró. Nem írták oda azt, hogy a költségvetési hiány elszállt, hiszen különböző szabálytalanságok miatt az Európai Unió nem fizeti ki Magyarország számára a támogatásokat. Valószínűleg ebben a papírban, amit ön felolvasott, abban nem szerepel az, hogy több százezren hagyták el Magyarországot, vagy munkát vállalni, vagy éppen az ön rendszere elől elmenekülni, és hogy ezt tervezi sok százezer magyar fiatal. A súlyos, vaskos papír, amiről beszélek, az az, amit az Európai Parlament elfogadott. És ön bár Brüsszelbe indult megvédeni Magyarországot, ez a papír Strasbourgból érkezett. Önnek papírja van arról, egy bűnrajstroma 12 pontban, ami többek között azt rögzíti, hogy ön egy visszaeső jogsértő, egy visszaeső normaszegő. Ami azt tartalmazza, hogy a közjó és a többség szolgálata helyett ön az önös érdekeit, politikai céljait fogalmazza meg, és a saját politikai elitjét gazdagítja. Ez a papír rögzíti azt, hogy ön már nem Európa erős embere, ahogy ön ezt apostrofálta, hanem Európa párjája. És ez a papír azt is rögzíti, és talán ez a legsúlyosabb, hogy ön a népakarat ellen kormányoz. Hiszen annak idején, amikor Magyarország az Európai Unióhoz csatlakozott, akkor nem csak egy szerződésről szólt az az időszak, és nem csak egy szerződést erősített meg népszavazás, ugye milyen furcsa, hogy akkor még erről népszavazás döntött, hanem a magyar emberek arról döntöttek, hogy az európai értékközösséghez akarnak tartozni. Hittük, és a magyar emberek jelentős többsége hitte akkor is, hogy ezek azok az alapértékek, amiért küzdött Magyarország a rendszerváltás óta. És szeretném önnek jelezni, hogy ezt akkor a magyar emberek 84%-a, 4/5-e támogatta. Engedjen meg egy idézetet, ha már itt az idézetekről volt szó, amit ön mondott. Sokszor kerültünk abba a helyzetbe, hogy a magyar polgárok érdekeit éppen az Európai Unió képviselte a magyar kormánnyal szemben. Meggyőződésünk, hogy közös értékeink és elveink érvényre juttatását nem lehet mérlegelés tárgyává tenni. Fel kell tehát ruházni az Európai Uniót olyan eszközökkel, hogy tagjait folyamatosan az értékek képviseletére és az alapelvek betartására késztesse. Enélkül nincs erős Európa. Ez történt most, miniszterelnök úr. Most az Európai Parlament kétharmada többek között az ön volt szövetségesei kiállították a bizonyítványt, és tulajdonképpen arról hoztak döntést, hogy Magyarországon már nincs demokrácia. Magyarország letért erről az útról. Éppen ezért az MSZP olyan javaslatokkal fog élni, hogy azok az európai szabályok és a magyar korábbi demokratikus szabályok legyenek újra a legfontosabbak, és legyen újra demokrácia. Magyarországon be fogjuk nyújtani azokat a javaslatokat, amelyeket eddig is benyújtottunk, csak leszavaztak. De ha önök ezt támogatják, akkor, és most a képviselőkhöz szólok, akkor Magyarországon újra demokrácia lesz, és ezt az európai eljárást el is lehet felejteni. Tisztelt képviselőtársaim, önökön múlik. Miniszterelnök úr, jól ismerjük már azt a mondatát, amikor azt mondta, hogy ne azt figyeljék, amit mondok, hanem azt, amit csinálok. Most már ugye sokkal súlyosabb a helyzet, mert azt látjuk, hogy miniszterelnök úr össze-vissza beszél. 3 évvel ezelőtt még arról beszélt, hogy Görögországtól el kell venni az európai határvédelmet, és az Európai Uniónak kell ezt biztosítani, sőt a magyar kormány addig bírja a határvédelmet, amíg meg nem jelenik az Európai Unió, most pedig zsoldosokról beszél, és elutasítja ezt a megoldást. Közös fellépés sürgetett néhány évvel, vagy néhány hónappal ezelőtt a terrorizmussal szemben, és most, hogy fel akarják ruházni az Európai Ügyészséget egy ilyen hatáskörre, Magyarország természetesen nem csatlakozik ehhez a programhoz. És migrációról papol, miközben arról hallunk, hogy pont a migrációt okozó szír diktátor
közeli embereinek letelepedési engedélyt ad. Vagy éppen az orosz titkosszolgálathoz közel álló embereknek ad letelepedési lehetőséget. Úgy viselkedik, mint a magyar nyelv ügyében, hogy amikor elmegy Finnországba, akkor arról beszél, hogy a magyar nyelv és a magyar nép a finnugor nyelvcsaládba tartozik, majd amikor ázsiai diktátorokkal találkozik, akkor éppen a türk nyelvcsaládhoz tartozónak mondja a magyar nyelvet, és igen, aggódok most, mert úgy tudom, hogy meglátogatja majd Moszkvában kedvenc barátját, Putyint, és bár sok jövevény szavunk van a szlávból, de remélem, szláv nyelvből, de remélem, hogy nem jutunk el odaig, hogy a szláv nyelvcsaládba tartozik a magyar nyelv. És mindeközben, amikor össze-vissza beszél, keveset ejtünk szót Magyarország valós és súlyos problémáiról. Iskola kezdéskor kiderült, hogy 4325 pedagógus hiányzik a közoktatásból. Ugye hol lehetnek ezek a pedagógusok, vagy éppen külföldön dolgoznak, vagy elmennek azokba a magániskolákba, ahol önök a gyermekeiket tanítatják. Nyáron komplett osztályok szűntek meg kórházakban, tragikus, kaotikus helyzet van a sürgősségi betegellátásban, 1800 orvos hiányzik a rendszerből, 1600 településen nincs elérhető körzeti orvos, ehhez képest pedig azt láthatjuk, hogy az önökhöz közel álló vállalkozók a lopott pénzből éppen a magánegészségügybe fektetnek be. Azt láthatjuk, hogy a magyar fiatalok százezrei készülnek elhagyni az országot, mert Magyarországon, bár önök nagyon büszkék a béremelésre, de mégiscsak a legalacsonyabb béreket találhatjuk Európában. És milyen ország az, ahol nem a munkavállalók harcolnak meg a magánszférában a saját jogaikért, a saját bérükért, hanem éppenséggel a kormány kénye kedve szerint emelkedik a bérük. Ön hivatkozott itt nagy befektetőkre, hivatkozott a magyar munkaerő kiválóságára, csak éppen azzal nem foglalkozik, hogy mennyit fognak majd ott keresni a magyar munkavállalók, vagy éppen arról nem ejtett szót, hogy ez hány milliárd, vagy akár 100 milliárd forintjába kerül az adófizetőknek, a magyar munkavállalóknak. Éppen ezért szeretném ezt kihangsúlyozni, hogy nem a multik szövetségesének kell lenni, hanem amit mi mondunk, hogy a multikban dolgozó munkavállalók szövetségesének kell lenni. Vissza kell számukra adni azt a jogot, hogy maguk harcoljanak meg a béremelésért. Mert ha megnézzük nyugat-európai országokban, azért az ottani szakszervezeti jogokkal igenis, hogy jelentős eredményeket tudnak elérni, és olyan nincs, hogy egy kormány kényének, kedvének van kiszolgáltatva bármelyik magyar munkavállaló. Tisztelt miniszterelnök úr, ön 12 bevándorló miatt meghosszabbította a válsághelyzetet. 5000 hiányzó tanár, 1800 orvos, 1600 hiányzó körzeti orvos, 80 000 betöltetten álláshely, ez az igazi vészhelyzet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.